körülnézel az árokparton, környezetedben, akkor ilyen növényeket fogsz találni. Ez a kutyák, cicák egyik legnagyobb ellensége, ami szétesve apró pici darabokra, fülbe, bőrbe, bárhová bekerül, csak tövestől érdemes kiszedni, nem fűnyírózunk, mert a szétesett apró pici darabok azok bárhová testben bekerülve, bőr alá, fülbe, orba, szembe, szájba, lábujjak közé, bárhová leült és gondot, bajt, komoly gondot okoz az állatoknak. Ezen a videón egy cica fülét látjuk, a fülében lévő toklászt, ez általában inkább kutyáknál szokott előfordulni, de most ez speciál pont egy cica füle, így néz ki erősen felnagyítva, és ezt kell eltávolítani. Sajnos nagyon gyakran csak altatásban sikerül, mint ennek a kutyusnak, altatásban a szeméből került elő egy toklászt, barátságtalan állapot. Itt a teendőket látod, ha megállítod a videót, akkor el tudod olvasni. Ez az egyik megoldás, amit nem nagyon szeretnek a kutyák.